Oké, tehát ott tartottunk, hogy tisztáztuk a civilizációs hátterét a ember és a természeti környezet kapcsolatának. Ha emlékeztek rá, ugye egyfelől van a zsidó-keresztény hagyomány, másfelől a görög tradíció. Na most ennek a korszaknak is voltak történészei, de ezek nem tudományos értelemben közelítettek a történettudományhoz, hanem leírták nagyon gyakran az adott, egy adott politikai csoportnak az érdekeit követve azokat, ami a korukban történt, vagy amiről voltak valamiféle módon információi. A tudomány az tulajdonképpen ott kezdődik, erről beszéltem valamelyik bevezető fejezetben szerintem már, amikor egyfelől a tudományos kutatás során standardizált módszerekkel, tehát ez nagyon fontos dolog, hogy olyan módszerekkel, amelyek ellenőrizhető lépésekből állnak, és amelyeket alkalmazva, ha valaki követi a protokollt, a módszernek a protokollját, ugyanarra az eredményre kell, hogy jusson egyfelől, másfelől pedig tényállításokat fogalmaznak meg a kutatók, ami azt jelenti, hogy olyan állításokat, amelyek alávethetők a igazság próbának, tehát hogy igazak vagy hamisak. Most ez nem jelenti azt, erről is beszéltem emlékezetem szerint, hogy ilyen módon eljuthatunk a végső tudásnak az állapotába, mert ugye a tudománynak az egyik megkülönböztető sajátossága, hogy nincsen végső megismerés. Tehát, hogy előveszünk egy 20-30-40 évvel ezelőtt megjelent tudományos, hát hogy mondjam, kézikönyvet, akkor annak jelentős része az már nem használható. Emlékszem, amikor földrajzosként tanultuk Afrika földrajzát, és abban az időben nagyon lassan fordították le a könyveket. Egy olyan könyvből fordítottunk, tanultunk Afrika természeti földrajzát, amit valamikor a két világháború között írtak misszionáriusoknak. Tehát ugye az elég durva dolgok tudnak történni a felsőoktatásban, és a 1980-as években azt szerepelt Afrika földrajzáról, hogy a Nílus torkolat vidékét nem ismerjük, de az angolok újabban robbantásokkal próbálkoznak. Tehát iszonyatosan, hogy mondjam, elmaradott dolgok voltak. Na most hát nem minden működik ennyire természetesen karikaturisztikusan, de példának okáért szerintem erről is beszéltem, a legfontosabb kísérletes tudományokban, tehát mondjuk két ilyen példát mondjak a kísérleti fizikában és a biológiai kutatások döntő többségében, 4-5 évesnek korábbi vagy későbbi, attól függ, honnan nézzük, publikációt nem használnak meg olyan a sebessége a tudomány fejlődésének. Most a geográfiáról ez volt az utolsó item, amivel foglalkoztunk, ugye a geográfusok a térnek a tudományába, tudományaképpen jöttek létre. A térrel foglalkozik még a geometria is, de az egy ilyen absztrakt módon közelít a tér fogalmához. A földrajzosok voltak azok, akik megkapták, amikor felosztották a tudást, ugye, amikor már akkora mennyiségű ismeret állt rendelkezésre, köszönhetően a felvilágosodás kutatásainak és ismeretfelhalmozó erőfeszítéseinek. Ugye nem véletlenül a nagy francia enciklopédia volt itt a mérföldkő, amikor összegezték kiinduló pontként azt a tudást, amit a 18. században rendelkezésre, és ezt egy ember már nem tudta elsajátítani. Ekkor születik meg a földrajz. Ugye azt hiszem, ha néztem a listát, földrajzosunk nincsen, tehát egy ilyen turisztikai jellegű kirándulást teszünk a földrajznak a területére, tehát a térrel foglalkozik. Erről is beszéltem a múlt héten, hogy a földrajzosok ebben az időben valójában a felfedezők tudománya volt, és ezért lehetséges az, hogy a földrajz egy olyan tudomány, amelyet átmetsz a tudományok legfontosabb választóvonala, a természet és a társadalom tudományok közötti választóvonal. Ráadásul, amikor megszületik egy tudomány, megszületik egy újfajta gondolkodás, akkor nagyon gyakran még ott van a múltnak a tradíciója mögötte. És ez igaz volt a földrajzosok első nagy iskolájára is, amelyet egy Karl Ritter nevű úriember alapított meg a berlini egyetemen, amit a Humboldt Egyetemnek hívnak, a Földrajzi Intézetet. Ott volt mögötte az a fajta egyetemi tradíció, amit hát a középkori, koraújkori egyetemek jelentettek. Abban az időben, ez nagyon fontos elmondani, hogy azok a fogalmak, amik szerint mi élünk, ezt talán már említettem korábban is, azok a fogalmak, amelyek szerint mi élünk és mi rendezzük be az életünket, azok nem voltak mindig teljesen, hát hogy mondjam, elfogadottak. Tehát mi egy olyan világban élünk, ami a gazdasági növekedésre van fókuszálva, B, ennek érdekében racionális döntéseket kell hoznunk. Nem mindig voltak ezek a rendező elvek a világban, szerintem ezt a kérdést a korábbiakban már érintettük. De ez egy átmeneti időszak volt, tehát a tradicionális világnak egy csomó koncepciója még életben volt. Az egyik ilyen koncepció, hogy a történettudomány
a középkori egyetemeken, az nem az adott koruknak, tehát a feudális világnak a történetét foglalta magába, az inkább jogtörténetként létezett, hanem az antikvitásnak a történetét. Tehát amikor azt gondolták, hogy az emberek hogyan éltek, hogyan rendezték be az életüket, és mi a normális az emberi életbe, akkor az esetek döntő többségében görög és római történeteket dolgoztak föl. Nem véletlen az, hogy egészen a 20. század elejéig, talán tudjátok, hogy az érettségi, ami tulajdonképpen nagyon sokáig az úri középosztályhoz való tartozást jelentette, annak volt a belépő küszöbe, és hogy mondjak egy ilyen konkrét példát, ha valaki olvasott 19. század végi regényeket, akár Mikszátot, akár Jókait, ha a párbaj képességnek az alapja az az volt, hogy valaki érettségit tegyen. Tehát az számított tulajdonképpen komoly embernek. Na most a 19. század, 20. század fordulójáig, 20. század elejéig a idegen nyelvű érettségi tétel az a görög volt. És akkor utána bevezetik a latint, és végig söpör a magyar intellektuális társadalmon az, hogy itt a vég. Mert a görög az még egy igazi antik nyelv, a latin az már olyan határeset, mert ugye a latinnak van egy ilyen középlatin verziója is. Na mindegy. Tehát lényeg az, hogy ebben a korban a történelem az a görög, és kisebb részben, vagy kevésbé hangsúlyosan, római történelem. Mi következik ebből? Azok a koncepciók, amit a görögök és a rómaiak gondoltak a világról, az egy az egybe beépül az egyetemi tanrendbe. Erről beszéltem szerintem, vagy legalábbis úgy emlékszem a előző héten. Az egyik ilyen alaptétel, ami a természeti földet és az ember kapcsolatára vonatkozik, az, hogy a természeti környezet alapvetően meghatározza az emberek mentalitását és gondolkodását. Ez nem teljesen hülyeség. Tehát, hogy elsőre úgy tűnik, hogy ez egy ilyen nagyon determinisztikus állítás, de hogyha előveszünk példának okáért, az 1960-as években készültek ilyen vizsgálatok, amikor ugye megjelenik a mentalitásnak a kutatása, és azt vizsgálták, hogy nagyon egyszerű, ilyen könnyen összehasonlítható vizsgálatokat végeztek, hogy egy perces beszédét Európa különböző régióiból érkezett emberek hány gesztussal központozzák. Na most az egyik szélső érték az egy finn úriember volt, aki egyszer így fölemelte a kezét és aztán letette. Tehát neki egy volt a gesztusok száma, a másik szélső érték egy dél-francia volt, aki 127 gesztussal egy perces beszédét, tehát tulajdonképpen ugye van ez a mondás, talán ismeritek, hogy lehet egy olaszt elnémítani, vagy egy dél-franciát, össze kell kötözni a kezét, mert ugye gesztusok nélkül nem képes kommunikálni. Na mindegy, tehát, és a két pont között, tehát a skandináv és a mediterrán karakter között volt egy egyenletes eloszlás. Volt egy egyenletes eloszlás. Ugyanez igaz a szociális távolságra. Talán emlékeztek rá, amikor a Covid elterjedt, akkor volt egy ilyen instrukció, hogy egymáshoz ne menjünk egy méterrel közelebb, és ugye a skandináv reakció erre az volt, hogy még olyan közel. Tehát ugye, vagy ennek egy B verziója, egy diplomata ismerősen mesélte, hogy ilyen állófogadások alkalmával rendszeres fogócskázás volt a skandinávok és a mediterránok között, mert a mediterrán számára 30 centi volt a szociális távolság, a skandinávnak meg egy másfél méter. És gyakorlatilag a skandinávok így folyamatosan hátráltak, és a mediterránok meg mentek utánuk, hogy fölvegyék azt a szociális távolságot, ami számukra kényelmes. Na mindegy, térjünk ide vissza, tehát azt talán emlékeztek rá, ugye a görögök számára az volt az alapkoncepció, hogy azért jöhetett létre a nagy görög civilizáció, jó helyen élnek. Ugye van a egyik szélső érték a Egyiptom, ahol nagyon meleg van, lusták az emberek, a másik szélső érték Szkítia, ahol ugye nagyon hideg van és nagyon kemény viszonyok között élnek. Drága Bandi fiamnak egyszer elmeséltem, ilyen szórakoztató jelleggel mentünk egy hosszú autóúton, és akkor meséltem neki, hogy eléggé modern fiatalemberről van szó, tehát amikor egyszer mentünk egy másik úton a falumba, és megállt mellettünk egy traktor, akkor megkérdezte, hogy ez mi. Tehát annyira városi, hogy ezeket az alap dolgokat sem ismeri, és hát ugye történetlenek sértem már? Nem még. Nem. Mert ugye ugyanazt elmesélni különösen másképpen az Alzheimer kornak az előszobája, tehát egyelőre ne diagnosztizáljuk, legalábbis ne itt. És akkor megkérdezte tőlem, hogy az mi alatt, hogy traktor. És akkor előjöttek a gyerekkori emlékek, és mondtam neki, hogy hát én gyerekkoromban traktoros akartam először lenni, tehát ez volt az első jól definiált ilyen, hát hogy mondjam, élettervem. És úgy rám nézett, és megkérdezte, hogy én sikerült.
Hát mondtam, hogy az se sikerült. Tehát mindegy, ne tépjünk föl sebeket. És akkor mindegy, egy másik szituáció, meséljem a Bandi fiamnak, hogy tudod-e, hogy ekkor még egy kis kamasz volt, hogy az Kítiában hogyan végezték el a gyerekeknek, fiatal, ilyen kamasz gyerekeknek a felnőtti avatását. És akkor mondtam neki, hogy kitették egy 80-100 kilométerre legközelebbi lakott helytől, és be voltak jelentve lakhely szerint farkasok is arra a vidékre. Kitették egy késsel, és hogyha hazajött, akkor férfi volt, ha nem jött haza, akkor elsiratta az anyja. Na most, hát Bandikám érdeklődött, hogy ez a szokás, ez érvényben van-e még, mondtam, hogy Szkítiában mind a mai napig, csak hát oda nem kell menni. Na, tehát lényeg az, hogy ugye a görögök azt mondták, hogy jó helyen vannak, és ezért tudtak egy ilyen nagy civilizációs teljesítményt végrehajtani. A rómaiaknak egy kicsit más volt a kapcsolási sor, ők kevésbé voltak filozófia és a tudományok iránti elkötelezettségtől sújtva vagy áldva, ők számára az igazi jó katonát jelentette a világnak a legjobb teljesítményét, és nekik az volt a megoldó képletük, hogy ők egy hegyvidéken, dombvidéken élnek, ahol ugye A-ból B-be elmenni az egy kardió edzés, ezzel szemben ott vannak meg ugye mezőgazdasági termelése olyan könnyű, mert kevés a jó minőségű talaj, ezzel szemben ott vannak ugye megint csak a fekete seggű egyiptomia, akiknek hát gyakorlatilag az áradás az ugye egy olyan természeti tájat hoz létre, ami sehol máshol, ugye mert minden más öntözéses területeken, lásd Mezopotámiában folyamatosan az öntözés következtében szikesednek a földek. Ez azt jelenti, hogy a sótartalom felszaporodik. Miért? Meglocsolják a földet, elpárolog a víz, az ásványi anyagok meg ott maradnak, tehát ugye ha megnézzük Mezopotámia történetét, akkor folyamatosan van egy ilyen inga mozgás, hogy először megjelenik egy ilyen város civilizáció, túlhasználja az öntözéssel a főhegyeket, odébb mennek. És akkor megint visszajönnek, tehát van egy ilyen folyamatos mód. Egyiptomban ilyen probléma nincsen, mert ott természetes az áradás, tehát amikor jön a következő árhullám, átmossa a talajt, és amit ott felejtett előző évről ilyen szikes sós anyagot, azt visszamossa és leviszi a tengerbe. És ott az meg sós, tehát nem fog panaszkodni emiatt. Tehát lényeg az, hogy az egyiptomi mezőgazdasági kultúra az elképesztően, hát hogy mondjam, fenntartható módon működött, mindaddig, amíg meg nem építették a Nasser gátat, annak érdekében, hogy ne legyen gond az öntözéssel, és azóta csak gond van az öntözéssel, mert hogy szikesednek ezek a területek. Tehát ugye az ember képes arra, amit a természet jól megszervezett, az tökéletesen elrontani. Mindegy. Tehát térjünk vissza. Tehát van egy alapkoncepció, hogy a természeti környezet determinálja ezeket a viszonyokat. Na most a dolog azért érdekes, mert ezt egy az egybe átveszik a németek, és azt mondja, valóban ez így van, tehát itt vagyunk mi németek, nem tudom, élte valaki Németországban. Nem, hát érdekes hely egyébként, tehát én szoktam mondani, lehet, hogy ezt már elsütöttem itt nektek is, hogy én ilyen B-kategóriás német vagyok, tehát én Svájcnak a német területein szocializálódtam, oda kaptam ösztöndíjat, és akkor hát ott dolgoztam a svájci németek között, és a dolog azért érdekes, mert nagyon érdekes volt, akkor többször jártam úgy, hogy mentem Németországba konferenciára, és autóval mentem vissza Svájcba. És ugye, hát érdemben egészséged. Nincsen határellenőrzés, és arra voltam kíváncsi, hogy észreveszem-e, hogy átértem Németországból svájci részében a német területeknek. Itt a svájci német részében, világos. Most az volt a döbbenetes, ugye Németországban azért móról lesz, ahogy a művelt franciák mondják, rendet tartják a tájat. De észrevettem. Svájcban még jobban rendbe tartják. Tehát, hogy van egy ilyen határ a svájci németeknél, és nagyon fegyelmező volt, nagyon jó hatással volt rám, hát nem tettem német, mint az többé-kevésbé azért látszik, de egyfajta fegyelmet azért az emberbe bele tudnak verni. Na most visszatérve a németekre, azt mondták, hogy hát ugye Németországban élni, most a globális fölmelegedés nekik se jól, de sokkal-sokkal kiegyenlítettebb a klíma, ugye az óceán közelségének köszönhetően, tehát a telek kevésbé hidegek, a nyarak viszont kevésbé melegek. És folyamatosan van egy ilyen, hát hogy mondjam, kilátás arra, hogy ezek a csendes tartós esők hullanak, tehát a mezőgazdaságot is el lehet valami módon működtetni. Tehát kiegyensúlyozott klíma. És ugye azon a klímán kiegyensúlyozottnak lenni, az talán nem akkora teljesítmény mondjuk, mint Kazasztánban, ahol ugyanez van, csak iszonyatos különbségekkel. Na most, tehát nagyon tetszett a németeknek ez a teória, hogy itt élünk mi ebbe a kiegyensúlyozott országba, rendkívül jól teljesítünk, nagyon hatékonyak vagyunk, és iszonyatosan kulturáltak, amit aztán előtte is, meg utána is azért árnyalta a történelem. És ebben az időszakban vezeti be Karl Ritter a Lebensraumnak a fogalmát. A Lebensraum élete
teret jelent. Ha valaki esetleg begépeli a Lebensraumot a bármilyen keresőbe, akkor nem túlságosan kedvező kontextusba fogja földobni az információkat a gép, ugyanis ezt egy az egybe átvették a nácik. De fontos elmondani, hogy ez alapvetően egy tudományos teóriaként született meg, egy-kettő, ez nem azt jelentette eredendően, mint ahogy a nácik használták, és itt a politikusok működésére vonatkozóan mondanék néhány terhelő információt, nevezetesen a politikusok úgy használják fel a tudományos eredményeket, ahogy az ő kedvük szerint éppen a leghatékonyabb, tehát válogatnak közülük. Ugyanis őket nem köti az a, hogy mondjam, az a kényszer, hogyha legközebb hülyeséget beszélnek, akkor nem fogják meghívni őket a tudományos konferenciára. Nem magaslót tesznek rá, nem érdekli őket, hanem használják is, a tudománynak a legitimációját használják ilyen módon föl. Ezt tennék most egy szögletes zárójelet, ha erről beszéltem, akkor szóljatok, és akkor tudottnak veszem, hanem akkor talán nem haszontalan erről szót váltani. Nevezetesen ugye a 18. században a felvilágosodás következtében ezt aztán érintett. Nem? Ugye egyetlen tudományos megismerési stratégia maradt a placon, ez a racionális megismerési stratégia. És a másik kettő, aki nagyon sokáig riválisa volt a racionális megismerési stratégiának, a mágikus és a teológiai, azok hát gettóba kerültek. Tehát beszorultak azokba a pozíciókba, nem tudom, önismereti kör, vagy éppen a templom, ahol ezeket legitim módon lehet használni. Tehát talán ezt a példát elsütöttem a múlt héten, vagy két héttel ezelőtt is, hogyha én mondjuk tegnap találkoztam volna Gábriel Arkangyallal, és beszélnék nektek arról, hogy mit mondott nekem a Gábriel Arkangyal. Ő nagyon sok mindenkivel találkozott egyébként, tehát például a Mohameddel ő látta el a korára vonatkozó instrukciókkal, vagy a Gábriel Arkangyal vitte el például a mormonoknak a vastáblákat. Nem tudom, hogy valaki találkozott-e már mormon hittérítővel. Nem? Nagyon szórakoztató. Hát én a különböző gyerekeimmel voltam játszótéren, ott nem nagyon lehet menekülni. Tehát, meg kedves fiúk egyébként, 18 és 20 éves koruk között jönnek hittéríteni, és van egy ilyen sztoriuk, hogy valamilyen Smithnek hívták az alapító atyát, és neki hozta el Gábriel Arkangyal a mormon egyháznak a történetét, ezt ő leírta, és utána 50 ember ezt igazolta, hogy ez valóban így történt, ebből 37-et Smithnek hívtak, ami hát arra engedett ezen, ugye egy családi vállalkozásként indult, de lehet, hogy nem így volt, tehát én szkeptikus vagyok, de nem abban az értelemben, hogy semmit nem hiszek el, hanem bármit elképzelhetőnek tartok. Na mindegy, tehát hogyha arról beszélnék nektek, hogy Gábriel Arkangyal engem ellátott hasznos tanácsokkal, és ezt most átadom nektek, hát gyanítom, hogy a többség az nem hinné el. Nyilván mindig vannak fogékony emberek a minden társaságban, de a többség az nem hinné ezeket a dolgokat. Na most visszatérve, viszont ez a két szerep, tehát a mágusnak a szerepe és a papnak a szerepe, ez gazdátlanná vált. Tehát nagyon sokan ezeket fölpróbálják. Akik nem ezen a területen működő, fölveszik, meg gazdátlan. Ugye kutatók is fölveszik, és azt mondják, hogy ez lesz. Vagy a mágus szerepét, hogy ne gondolkozz rajta, működik. Ne olvasd el a szerepesítást, működik. Tehát, hogy ugyanez a politikusoknál van két szerep, a mágus és a papnak a szerepe. Ugye a mágus az, aki csodát tud tenni, a pap pedig, aki biztosan Istennel van online, és biztosan látja a jövőt. Na most, hát ezt fölveszik és használják, de nincsenek annak a módszertani hát apparátusnak a birtokában, ami följogosítaná őket, akár hogy mágusok, akár papok legyenek. Na mindegy, térjünk vissza itt a főszára. Tehát jön a Karl Ritter, és ő az, aki először azt mondja, azon gondolkodik és arról fogalmaz meg elméleteket, hogy mi is ez az életér, amiben a népek élnek. És alapvetően ő egyfajta ilyen helyszelleme logika szerint gondolkodik, amit egyébként a magyar filozófiai irodalomba is bekerül. Ugye talán ismeritek a Hamvas Bélának a nevét, Hamvas Béla. Hamvas Béla egy nagyon érdekes filozófus volt, ő a 30-as években végzi a tanulmányait, egy ilyen nagyon, hát ha valamit ez jelent, egy ilyen nagyon mélyen gondolkodó ember, aki egészen különös karakter volt, nevezetesen nem volt igénye arra, hogy elismerjék az ő munkáit. Tehát amikor meghal,
akkor egyetlen könyvét se adták ki, raktárosként dolgozik egy ipari üzembe, és közben filozófiai munkákat ír, ezt nagyon kevés embernek mutatja meg, és amikor meghalt, akkor 50-valahány megírt könyve ott van fönn a kéziratban a könyvespolcon, korrektúrázva. Tehát olyan 5 évenként elővette és korrektúrázta ezeket a kéziratokat. Na most ugye nem kell mondani, hogy az akadémiai világ az egy ilyen egománoknak, a többek között egománoknak a küzdőtere, ahol ha valaki le tud írni 3 többé-kevésbé jól sikerült mondatot, az bőrkötésbe szeretné egy héten belül kiadni. Na most egészen furcsa karakter volt. Na most a Hamvas Béla küzdelmes élete során írt számos könyvet, ezt a később a hívei kiadták, vagy a követői tanítványai kiadták, és ezek közül az egyik ilyen olvashatóbb, az a 5 géniusz című, hát tulajdonképpen vagy inkább ilyen hosszú esszé, tehát ez nem igazán könyvméret, inkább egy nagyon hosszú esszé, egy ilyen 60-70 oldalas esszé, és általában ilyen gyűjteményes kötetekbe szokták kiadni. A Hamvas Béla elolvasta a magyar irodalmat, ez lehetséges. Tehát, hogyha rászálljátok az időt, akkor el lehet olvasni a magyar irodalmat. Nyilván, hát hogy mondjam, a Fejős Évának a kötetei azok nem tartoznak oda, de hát ugye ami komolyan vehető. És arra a következtetésre jutott, hogy a magyar irodalomnak, ugyanezt a Lebensraum logikát követte, a magyar irodalomnak vannak, hát hogy mondjam, regionális karakterei, amelyek levezethetők azokból a régiókból, ahol szocializálódott az adott íróköltő. Ő 5 ilyen nagy géniusz, tehát ilyen regionális mintázatot írt le. Nagyon röviden, tehát most nem tudom lerajzolni, de elképzelitek a Kárpát-medencét, mert ugye a Kárpát-medencei léptékbe kell gondolkodni. A dolog azért nagyon érdekes, mert ugye talán említettem már nektek, 6 évig tanítottam a CEUN, ami már hát ugye Bécsben emigrált, és nagyon érdekes volt egyébként maga a hallgatóknak az összetétele. Amerikaitól kínaiig mindenki volt, tehát meg kazak, meg örmény, meg más egyebek, és nagyon érdekes volt ez a nemzetközi atmoszféra a karakterek szempontjából, meg a kommunikáció, meg a háttértudás, meg a más egyéb szempontjából, és nagyon érdekes dolog volt, amikor erről beszéltem a Hamvas Bélának a 5 géniusz elméletéről, és voltak román diákjaim is. Az jó viszonylag azóta is, hogy több kurzusomat felvették, tehát gondoltam, vagy gondolom így utól a közvetett bizonyítékok alapján, hogy kedvelték, amit mondok. És akkor olyan volt, hogy szóba hoztam a Lebensraum kapcsán a Hamvas Béla elméletét, megfordultam, akkor volt egy ilyen egyszerű mezei tábla, fölrajzoltam a Kárpát-medencét, és így visszafordultam. Mint a magyar irodalmi térnek a keretei, és hát a két román, egy fiú meg egy lány ültek a második sorba, és úgy néztek rám, mint egy rakás teveszarra, mert hát meg úgy tűnik, hogy irredenta vagy. De nem, tehát egész egyszerűen az van, hogy nyilván másfajta szocializáció, ők engem erre kondicionáltak őket meg arra, és aztán nem beszéltük meg a dolgot, de azóta is jó viszonyban vagyunk, meg időnként szoktunk levelezni. Na mindegy. Tehát lényeg az, hogy ugye a Kárpát-medence, abból indul ki tehát a Hamvas, hogy 5 régió van. Az első régió, hogyha becsukjátok a szemeteket és magatok elé képzelitek a Kárpát-medencét, akkor a Dunántúlnak a Dráva és a Száva közötti területei. Tehát ez a Dél-Dunántúl és egészen a Száváig. Ezt a területet úgy hívja a Hamvas, hogy a Dél. Ez a Délnek a területe. Ez a Délnek a területe, amiről azt kell tudnunk, hogy alapvetően a Hamvas megközelítése szerint ez a régió, ez a Mediterráneumhoz tartozik. Tehát a fővárosa, mondja Hamvas, vagy írja Hamvas, ennek a régiónak Athén. A természeti környezete pedig a szőlőkultúra. A szőlőkultúráról azt kell tudni, hogy a szőlő egy olyan domestikált növény, tehát egy háziasított növény, amelynek a gyökerei ilyen 10-20 méter mélyen vannak, tehát akkor is megmaradnak ezek a szőlőültetvények, hát nyilván nem egy ilyen metszett formában, hogy az emberek eltűnnek körülötte. Viszont, ha ott van egy emberi civilizáció, és ezeket műveli ezeket a szőlőültetvényeket, akkor hát ugye talán hallottatok róla, nemrég volt bortér, ebből bort lehet készíteni. Na most, ha valaki fogyasztott már bort, én most nem akarom ilyen alkoholizmusra biztatni a drága hallgatóságot, de a különböző alkoholoknak nagyon más a hatása. Ugye talán ismeritek ezt a poént, a Bödösnek a egyik kedvenc poénja, hogy a pálinka azért veszélyes, mert ismeri a
PIN-kódot a tudatalattihoz, és ki is nyitja. Megfelelő mennyiség elfogyasztása után. Tehát az, ugye, hogy a másik ilyen közkeletű dolog, hogy a bortól érdekes gondolatai vannak az embernek, a pálinkától meg is csinálja. Na mindegy, tehát lényeg az, hogy a pálinka az egy elég brutális dolog. Én is olvastam ilyen beszámolókat. A következő a sör, hát ugye a sör az, ahogy ismerjük, a ide vonatkozó székely közmondás, nem alkohol, de hát ugye az is alkohol, csak mennyiség kérdése, meg hogy mennyi pálinkát iszunk hozzá. És van a harmadik, ugye a bor. A bornak, hogyha legalábbis az én humán kísérleteim alapján van egy ilyen lebegtető hatása. Tehát nem véletlenül nevezték el, aztán leesik, de nem kell annyit inni. Tehát van egy ilyen lebegtető hatása. Nem véletlen az, hogy például Ady Endre, ő úgy döntött, hogy úgy fog zseniális verseket írni, talán ezt már említettem nektek, hogy minden nap megiszik 1-1,5 liter bort. Tehát neki az volt a munkahipotézise, hogy ahhoz, hogy ihletet kapjon, ez egy nagyon nagy probléma, tehát hogyha valaki művész, az nem úgy működik, mint egy, nem tudom, hogy is hívják nekem, hogy odaülök az Excel tábla elé, és aztán majd csak lesz valami, hanem hát jön-e az ihlet, és akkor megírom-e a remek művet. Hát ő megtette minden nap azt az 1-1,5 liter bort, ugye volt egy ilyen vita a valamelyik irodalmi szakkörben, ilyen rádiós irodalmi szakkörben, hogy alkoholista volt-e a Ady Endre, és akkor hogy vitatkoztak rajta, vagy csak nagy ivó. Ugye ez egy magyar társadalom 1,5 millió tagját érinti ez a dilemma, és hát arra a következtetése jutottak, hogy hát van egy ilyen beszámoló a Csinszkától, aki köztudomáson a felesége volt, hogy a Endre, röviden Bandi, amikor délután 4-kor nem volt otthon bor, akkor szétvette a konyhaszekrényt. Tehát ugye ez azért arra utal, hogy elég erős érzelmi kötődése volt az alkoholhoz. Na mindegy, tehát lényeg az, hogy a dél térjünk vissza itt a főszára, nem a magyar alkoholizmus részleteinek a taglalására. A dél alapvetően ennek a szőlőkultúrának a világa. Ami vonja le a következtetést Hamvas Béla, nem csak arról van szó, hogy átalakítja a természetet, hanem az emberi civilizációt is megemeli, létrehozza a civilizációt. Tehát egy más tudatállapot, ez egy visszatérő problémája egyébként az emberi intellektuális teljesítménynek, hogy egyfajta emelkedett intellektuális állapotba hozza az embert. És nem véletlen az, hogy a keresztény kultúrkörben a legfontosabb dolog az úrvacsorának a központi eleme az a bor. Vagy hát, hogyha megnézzük akár a görög civilizációt, a legnagyobb ünnepeken bort ittak, és a legesleg azok tiszta bort, mert egyébként hígították, tehát ilyen nem fröccs, mert ugye ez még nem volt föltalálva, hanem vízzel hígították a bort normális esetben, de ha tisztán itták, akkor az ütött. Na, tehát lényeg az, hogy ez a dél, ez a civilizáció, ami megváltoztatja a természeti környezetet, de nem úgy változtatja meg, hogy csak egy kicsit, hanem teljesen. Ilyen ligetes, hogyha valaki elképzeli a Toszkán tájt, nem tudom, hogy Toszkánában járt-e valaki. Hát onnan visszajönni azért az egy próbatétel nekem, az első ösztöndíjamat 1987-ben kaptam, Prátóbez Firenze mellett van, nagyon megrázó volt. Nagyon megrázó volt. Tehát átéreztem azt, hogy mit érzett a Germán, amikor kijött az erdőből és meglátta az első civilizált embereket. Tehát nagyon-nagyon megütött a dolog. Kelet-Magyarországon jöttem, ahol születésem évében vezették be a villanyt. De most ott meg már civilizáció volt egy nem tudom, 4000 évvel visszamenőleg. Nagyon traumatikus a dolog. Tehát lényeg az, hogy ez a Toszkán táj, ez a szelíd, dombos, mindenfelé, ahol lehetséges szőlőültetvények, és itt van, és itt. Na most ez van ebben a kicsibe, ebben a Dráva-Száva közötti régióban is. Tehát ezt hívja a civilizációnak. Ez a legmagasabb, ahová el lehet jutni a Hamvas szerint. A második terület az a nyugat. A Dunántúlnak a nagyobb része, és a felvidéknek, ugye a Pozsony és ez az övezete. Erre azt mondja a Hamvas, hogy ez a klasszikus nyugat, ugye? A nyugat az minek a világ? Az a kultúrának a világa. Honnan jön a kultúra fogalma? A kultiváció, a megművelés etimológiai gyökérből. És ezt úgy kell érteni, hogy ez a nyugati világ, ez a kultúrának a világa, ez azt jelenti, most nagyon leegyszerűsítve természetesen, hogy minden nap neki megyünk fűnyíróval a természetnek, meg meciólóval, meg ilyesmivel, és átalakítjuk úgy, ahogy szeretnénk. De ez egy folyamatos harc a természet ellen, és hogyha elbukik az ember, vagy eltűnik, akkor a természet az visszaburjánzik, és elfoglalja ezeket a területeket.
Mi a legfontosabb növény ennek a világnak? Hát a különböző cereáliák, tehát a gabonafélék és ennek a barátai. És azokat minden nap, minden évben el kell vetni, learatni, felszántani, tehát nincs, nem lehet kiszállni a meccsből, mert ha kiszállnak, akkor természet elfoglalja. Ez a kultúra, ez egy alacsonyabb szint a Hamvas szerint, mert a kultúra az azt jelenti, hogy minden nap neki megyünk a feladatnak, minden nap neki megyünk, és ha egy nap kiadjunk, akkor over. Most ez a második. A harmadik az az észak, ez a felvidéknek a legnagyobb része, és erre azt mondja a Hamvas, hogy a felvidék az egy olyan világ, aminek a fővárosa, vagy tehát a legfontosabb párhuzama köszönhetően a hegyeknek, mert ugye talán ismeritek ezt a földrajzi alapkategóriát, hogyha haladunk fölfelé a hegyen, az nagyjából olyan, mintha északra utaznánk. Tehát a lejtő fölemelkedni, az tulajdonképpen geográfiailag azt jelenti, mint hogy éjszakra menni. Tehát ebből levonja a következtetést a Hamvas, hogy ha fölmegyünk, tehát a Tátrának, az alacsony és a magas Tátrának a vidékére, akkor olyan, mintha gyakorlatilag Skandináviában lenni. Mi a skandináv világnak, ennek az északi világnak a jellemzője? Kevés ember, alacsony eltartó képesség, és ebből következően az emberi kapcsolatok, azok felértékelődnek. Nézzetek Ingmar Bergman vagy Lars von Trier filmeket, kevés ember, rendkívül nagy a jelentősége, és folyamatosan harcot kell vívni a túlélésért, mert ez egy ellenséges környezet, ez egy északi világ. Ez a harmadik. A negyedik az Alföld. A negyedik az Alföld, amiről azt mondja a Hamvas, hogy az Alföld az tulajdonképpen ennek az nagy eurázsiai sztyeppei óceánnak az utolsó öble, minden igaz rá, ami a sztyeppei óceán, csak kicsiben. Tehát, hogy ugyanúgy nincsen állandó szállás, hanem fából, agyagból, más ilyenből építkeznek. Nézzétek meg példának okáért, hogyha valaki érdeklődik, nem tudom, debreceni van-e közöttünk. Debrecenben járt-e valaki? Hát én hajdúbihari vagyok, tehát elég sokat jártam Debrecenbe, és nagyon örültem, mikor abban az évben földhöz töltem, csak Szegeden indult, és ez nem volt, hát hogy mondjam, fenyegető számomra. Egyébként döbbenetes, tehát van valamiféle ilyen, hát nem tudom, én nem nagyon szeretem Debrecen, meg kell valami pironkodva. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon, hogy mondjam, ilyen robosztusság. Tehát ez a, hát én is kálvinista vagyok, mert arról a vidékről jöttem, de ez a hideg kálvinizmus, tehát ez a nagyon szigorú kálvinizmus. A liberális kálvinizmus mindig sáros patak volt, tehát meg volt a két pórus, tehát ez egy nagyon ilyen szempontból masszív világ. És ugye, hát... persze lehet sikereket elérni, tehát egyszer mentem egy esküvőre, talán meséltem nektek a történetet, és valakivel összetalálkoztam, és időt veszítettem, és nem értem oda a vőlegénynek a lakásába, tehát nem tudtam átöltözni, és akkor elmentem a nagy állomásra átöltözni. Ugye úgy működik gyakorlatilag Debrecennek a közlekedés, hogy egyik végén van a nagy állomás, másik oldal a nagy erdő, és a kettő között egy villamos, tehát és a fő utca. Tehát ez egy nagyon ilyen robosztus, hát hogy mondjam, egyszerű struktúra, és a nagyállomás, ez egy szürke betonépület, nehéz szeretni. A nagyállomásnak a WC-jében, ami akkor most már nem ott van, mert most voltam nemrég, de alaksorban volt. Tehát egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen alászállásos történet, tehát ilyen pokorra szállásos történet volt. Egy ilyen nagyon viseltes WC-s néni volt, aki nem nézett föl. Tehát látszott, hogy az alkohol szörnyű démonával nap, mint nap küzdelmet vív, és nem nézett föl. És akkor lementem átöltözni, azóta ezeket a jeleneteket az akciófilmekben, hogy mondjam, nagyobb megértéssel szoktam viselni, vagy nézni, amikor átöltöznek egy WC-be. Na most hát a dolog azért volt kihívás, mert valószínűleg csőtörés volt, és egy ilyen 4-5 centis vízréteg borította vagyis annyi nem volt, hogy ilyen fél centis vízréteg, de vízréteg, ilyen víz hártya vagy víz, filter borította a férfi WC-nek a padlózatát, tehát próbáltam átöltözni ráállva a WC ülőkére. Hát először, ahogy is hívják, van ez a műanyag ülőkén, az kiderült, hogy ez nem tartja meg, tehát utána fölhajtottam. Onnantól kezdve, ha valaki ilyen próbált, vagy ha kellő empátiával rendelkezik, el tudja képzelni, hogy ezen a csúszós fajanszom. És a Karate Kid egylábos módszerét kellett alkalmaznom, ha valakinek ez még mond valamit. Tehát ilyen daru pózba próbáltam fölvenni a nadrágot, végül nem akarok dicsekedni, de sikerült. És utána jöttem ki. És a nénének valószínűleg ilyen cipőfelismerő szoftvere volt, mert hogy amikor kifelé jöttem, akkor rám nézett, mert ez a cipő, egy másik cipő volt rajta.
mikor kifelé jöttem. És akkor kijöttem ebből a nagyon depressziós, ilyen szocialista beton szörnyetekből, és ahogy mentem az utcán, az szembe jövő emberek rám mosolyogtak, de olyan nagyon pozitívan. És akkor utána kihúztam magam, hogy hát én egy ilyen pozitív ember vagyok itt ebben a szörnyű, szürke városban, fölvidítom az embereket, és hát egy olyan 200 méter után kiderült, hogy ennek empirikus okai vannak, ugyanis az öltözködést nem sikerült teljes mértékben befejeznem, és hát a sliccen így gyakorlatilag az egyik ága az ingemnek, amit fölvettem, az így kiállt, és hát földerítettem 200 embernek bestés szerint az napját, aztán kerestem egy ilyen hirdető oszlopot, ahol befejeztem, és onnantól kezdve senki nem mosolygott rám. Tehát ez abból a szempontból tanulságos, hogyha fel akarjátok az embereket deríteni, azért tenni kell valamit, az magától nem fog sikerülni. Na mindegy, tehát az Alföld. Az Alföldnek, tehát ez Ázsia, ez ennek az eurázsiai sztyeppei folyosónak a legnyugatabbi, minden kicsibe. Nincsenek állandó szállások, folyamatosan mozgásban vannak az emberek, és tulajdonképpen a legfontosabb jellemzője ennek az alföldi világnak az ideiglenesség. Ez volt a negyedik, az ötödik pedig Erdély. Az Erdélyről azt kell tudni, hogy ha valaki járt Erdélybe, akkor tudja, hogy tulajdonképpen Erdély itt nem a most Románia területén lévő területekre, ex-magyar területekre gondolok, hanem a történeti Erdélyre, ami a Királyhágó mögötti, tehát a Biarhegység mögötti részeket foglalta magába, ez olyan 70 ezer négyzetkilométer tett ki, az Alföld a 100 ezer, nagyobb, mint a jelenlegi trianoni Magyarország. Ez az erdélyi terület alapvetően medencékből áll, a legnagyobb medence az a mezőség, aminek a középpontjába helyezkedik el Kolozsvár, nem véletlenül Kolozsvár a fővárosa Erdélynek, az összes többi medence az kisebb. Ilyen a Csíki medence, ilyen a Széki, az Udvarhely Széki medence, ilyen a Gyergyói medence, ilyen a Brassói medence, ezek medencék, és a medencék közepén vannak kisebb-nagyobb városok. A dolog azért érdekes, mert az a helyi identitásban rendkívül nagy nyomot hagy. Tehát csak innen Szegedről tűnik az, hogy mondjuk Székelyföld ez egy egységes, ha valaki mondjuk Csík, Szeredáról átmegy, nem tudom, Gyergyószent Miklósra, vagy Székelyudvarhelyre, és részt vesz egy ilyen zenés, táncos, valami szórakozó helyen megrendezett partin, akkor ott nagyon hamar kiderül, hogy számon tartják azt, hogy ő nem oda való. Gyergyószent Miklósi temetőben láttam egy ilyen büszke feliratot, hogy itt is jobb, mint Csíkben. Tehát ezek a helyi identitások azért nagyon erősen tudnak működni. Na most ennek rengeteg előnye van. Kicsit úgy működik ez, mint a Pápua Új-Guinea, ahol nem tudom, tudjátok-e, elképesztően sok nyelv van. Ugyanis átmenni a szomszéd völgybe azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a fele barátaink meg fognak bennünket enni. Tehát nem volt kicsi a kockázat, hogy A-ból B-be az ember elutazzon, és ennek az lett a következménye, hogy rendkívül sok elszigetelt nyelv fejlődik ki, mert hát a kommunikáció az jelentős kockázatokat rejtett magukba, tehát nem jártak át beszélgetni a szomszédnál, mert ugye könnyen fölkerülhettek az étlapra. Hát itt is az történt, hogy egységes, illetve különálló ilyen területi hagyományok jöttek létre, aminek a pozitív olvasata az, hogy ha megnézzük a konyhát, tehát a különböző magyarországi vagy ex-magyarországi régióknak a konyháját, akkor az erdélyi konyhában annyi fogás van, mint a másik négybe együttvéve, tehát a dél, a nyugat, az észak meg az alföldnek a területével összevetve, ugyanis itt vannak levesek, ha valaki arra felé utazott, akkor ismeri a csorbáknak a meglehetős széles spektrumát, vannak rakott ételek és vannak sültek, tehát mindenféle, meg grill étele, mindenfélék vannak. Ez egy nagy veszteség egyébként a magyar konyhának, hogy az erdélyi ételek ilyen módon kikerültek, és a magyaros ételeknek tulajdonképpen alföldi pásztorételek számítanak, amik úgy készülnek, hogy nem tudom, ott meglehetősen kevéssé fölkészült gulyás éppen kavargatja, és látja, hogy megy a csordakat, megesszük így, ahogy van, vagy elvisszük. Tehát, hogy, mert ugye a dunántúli konyhával az volt a baj, hogy az nagyon hasonlított az osztrákhoz, tehát abban nem lehetett egy ilyen turisztikai attrakciót csinálni. Na jó, a másik dolog, amit még érdemes elmondani az erdélyi világról, hogy azt mondja a Hanvas, hogy ennek az erdélyi világnak a alapstruktúrái alapvetően a Kelet-Mediterránium határozta meg, tehát Erdélynek a fővárosa az nem Bukarest, nem Budapest, nem Belgrád, hanem Konstantinápoly, vagy később Isztambul.
Hát ennek a gondolkodásmódnak a elég pontos példáját adják a székely viccek. Biztos ismeritek ezeket a klasszikus székely vicceket, amelyeknek ugye nem az a fő céljuk, hogy valamiféle egyértelmű információt adjanak át, hanem valami módon egy ilyen nagyon tekervényes gondolkodást hát valósítanak meg, és egy ilyen kódolt információ átadást módjára működnek, hogy ilyen nagyon szerencsétlen módon fogalmazok. Szerintem, ha mondok egy székely viccet, akkor könnyebb ezt megérteni. Mondjuk a mesélhető székely viccek közül az egyik, mert ugye általában a tradicionális vicceknek van egy közös sajátossága, nevezetesen több ponton is túlmennek a jó ízlés határán. Na most vegyünk egy olyan viccet, ami teljesen politikailag korrekt, értelemszerűen nem ez a legjobb a kategóriában, de talán van neki valami ilyen modernista bája. Hargitán él a nagypapa, akit elvisznek Kolozsvárra a plázába, hogy megnézze a csillagok háborúját. És akkor elmennek, beülnek, gondolom láttátok a csillagok háborúját, hanem akkor majd elmesélem, hogy miről szól. Lényeg az, hogy ez egy tudományos, fantasztikus film, ez sci-fi. Elmennek, megnéznek, visszaviszik még aznap Hargitára a nagypapát, senki nem szól, kiteszik, kiszáll, elmegy. Egy hét múlva meglátogatják, nagypapa vágja a fát, unokák játszanak körülötte, utolsó ilyen fadarabot is szétvágja a nagypapa, leül, megtörli a homlokát, és csak annyit mond, hogy kisfiam, én ezt nem hiszem. Hát nem a tércsapkodós verzió, de hogy mondjam, van az egésznek egyfajta ilyen bája, egy ilyen lelag. De nem az a cél, hogy kommunikáljunk, hanem hogy valamiféle módon átadjuk, vagy valamiféle, hogy mondjam, ilyen kódolt lelki közösséget hozzunk létre. Na most, ha valaki ismeri akár a klasszikus keleti gondolkodást, ennek ugye a hellenisztikus verziója, ami Konstantinápolyi, a bizánci birodalomban megvalósult, vagy ismeri ezt a tulajdonképpen genetikailag ebből származó oszmántörök gondolkodást. Mert ugye nem szabad elfelejteni, hogy a Oszmánnak, aki alapította a dinasztiát, a fiát, Orhán, összeházasítják egy bizánci hercegnővel, és a komplett államapparátust az bizánciak hozzák létre, egy-kettő. Ugye ugyanaz a hellenisztikus tradíció áll az oszmánok és a Konstantinápolyi birodalom mögött, vagy bizánci birodalom mögött is, ami Nagy Sándornak az utódai raktak le, tehát ezt fontos ilyen szempontból tudnunk, ahol nem direkt a kommunikáció. És alapvetően a kommunikációnak nem az a célja, mint Nyugat-Európában a délkárti definitív nyelvhasználatnál, átadják az információt. Nem az a cél. Na jó, tehát a Lebensraum valami ilyesmit jelentett. Tehát, hogy megvan az az atmoszféra. Na most, ugye elolvasott mindent a Hamvas, és egyetlen egy olyan szerzőt talált a magyar irodalomban, aki mind a öt géniuszt meg tudta szólítani, és életre tudta kelteni a regényeibe. Hogy egyszerűsítsük a képet, ez egy prózaíró. Tehát költőket, drámaírókat kizártunk, prózaíró. És ugye 70-es évek végén halt meg, ha emlékezetem nem csal, Hamvas, tehát előtte. Van-e valakinek ötlete? Jókai Mór. Jókai Mór. Ő volt az egyetlen. Na, oké, ez a Lebensraumnak az alapkoncepciója. A következő generáció meghatározó személyisége Friedrich Ratzel, ő a biológiai tudományok irányából érkezik. Tehát tulajdonképpen ő már egy darwinista szocializációt kapott, és ebből következően másképpen tekint a természeti viszonyok emberre gyakorolt hatására. Rendkívül kreatív ember volt, tehát egy sor tudományt alapított meg, ő az, aki megalapítja az emberföldrajzot, az antropogeográfiát, ő az, aki az első tulajdonképpen kézikönyvet írja meg a politikaföldrajzból, és hát tulajdonképpen ő az, aki a darwinista elméletet alkalmazva egy olyan Lebensraum elméletet hoz létre, és erről 1901-ben publikál egy önálló monográfiát, amit így az egy az egybe vesznek át a nácik. Tehát erősebb nemzetek, ugye ez a szociál-darwinista elmélet, az erősebb nemzetek azok tulajdonképpen leigázzák a gyengébeket, a gyengébek szolgálják, egy az egyben megy bele a nácizmusba. És ez egyébként a földrajznak egy nagy keresztje lesz a következő, tehát a 20. századnak az első felébe, mert ugye fölemelik őket, tehát ez a
környezeti determinizmus alaptételévé válik a harmadik birodalom oktatási rendszerének, és onnantól kezdve pedig, aki ezt szóba hozza, tehát miután a harmadik birodalom elbukik, onnantól kezdve egy az egyben megkapja a náci minősítést. Nem véletlen az, hogy nagyon sokan nem mertek a ember és a természeti környezet kapcsolatával foglalkozni, mert ugye ez a társaság ez nagyon súlyosan megégette magát ebben. Na most nem csak a hadszíntereken, hanem a tudományban is tehát rivalizáltak egymással a franciák és a németek. Nem véletlen az, hogy a nagy környezeti determinista vagy földrajzi determinista iskolával szemben a legfontosabb irányzat az egy francia irányzat, egy Paul Vidal de la Blache nevű úriembernek a iskolája, amit a posszibilisták iskolájának neveztek. Ő azt mondta, hogy hát fontos a természeti környezet, de nem determinált. Tehát ő egy kicsit ilyen igyekszik távolságot tartani, és egy sor olyan fogalmat vezet be, amit a modern földrajz mind a mai napig használ, a milliónek, a tájnak, a régiónak a fogalmait, ő az, aki bevezeti. Oké. Ugye a posszibilizmusnak az alaptétele még talán egy ilyen helyi vonatkozást érdemes megemlíteni, az, hogyha van valahol mondjuk egy ércelőfordulás, még egy vasércelőfordulás, akkor az egy lehetőség a társadalom számára. Az, hogy abból lesz egy bánya vagy egy iparvidék, az a társadalom döntése, meg lehetőségei által meghatározott dolog. Van erre egy nagyon jó szegedi példa, nem tudom, ismeritek-e annak útnak a hát hogy mondjam, intézményét, az Anna út. Ez az Anna fürdő előtt van egy ilyen folyamatosan folyó melegvízű út. Hallottatok róla? Na mindegy, majd a házi feladat el lehet oda zarándokolni. Érdemes elolvasni a föliratot, ami az Anna úton van. Ez egy közkút, ez egy gyógyvizes közkút. Egy Pávai Vajna Ferenc nevű úriember furatta. Vagy hát ő irányította a fúrást, ő egy olajmérnök volt. Ő volt az, aki annak idején a zalai olajmezőket föltárta, tehát tulajdonképpen egy celeb volt. A kornak egy celebe, egy rendkívül jómódú ember, aki elképesztő dolgokat csinált. Tehát a klasszikus két világháború közötti, hát hogy mondjam, playboynak és celebnek az életét élte, rengeteg pénze volt, sportkocsija volt, ennek megfelelő életet élt, és ilyen extravagáns programjai voltak. Ugye miután megtalálta a zalai olajmezőket, ami nagyon sokáig a legnagyobb olajmező volt itt Közép-Európában, és nem véletlen az, hogy hát tulajdonképpen Magyarországon a II. Világháború harcai azért húzódtak el, mert ez volt az utolsó komoly olajmező a németek számára, amit a értelemszerűen mobil egységeik számára hát üzemanyagot volt képes termelni. Tehát az, hogy ilyen lassan és ilyen nagy véráldozatokkal teltek a II. Világháború harcai Magyarországon, ennek az zalai olajmezőnek volt részben a következménye. Most visszatérve. Tehát a Pávai Vajna Ferenc, aki egy rendkívül sikeres ember volt, nem véletlen, amikor itt ilyen termál kutatástak, illetve fúrtak, akkor őt kérték föl, neki volt egy ilyen ötlete, 1929-30-ban, hogy Székesfehérvár alatt elképesztő mennyiségű olaj van. Na most előtte megtalálta a zalai olajmezőket, ami gyakorlatilag geológiailag mért ki, hogy hova fúrjanak, mert nem lehet össze-vissza fúrni, hiszen a pénzbe kerül. Kimérte, ott volt az olaj, megtalálták. És ez adott neki egy nagyon nagy hitelt. És elment 29-ben, elment, hogy kezdődött a nagy gazdasági világválság elég súlyos következményekkel, elment a székesfehérvári polgármesteri hivatal, és közölte, hogy itt olaj van. Na most hát ennél jobb hír, egy válság derekán nem kell egy helyi közösségnek, és aztán fúrjanak. És akkor elkezdtek fúrni. Na most hát nem találtak olajat 400 méter mélységben se, ahol egyébként már Zalában megtalálták, de azt mondta a Pávai Vajna, hogy biztos, hogy van olaj, 100%, hogy van olaj. És ő mindenét pénzét teszi és beleteszi. És akkor fölvett egy nagyon durva hitelt a város is, és fúrtak. Na most utólag lehet tudni, vagy utólag derült ki geológiai rekonstrukciókból, hogy egy föld alatti vulkánból fúrtak bele, ami egy elég kemény dolog. Nem találtak semmit, mindenki tönkrement, jobban, mint egyébként kellett volna. És egy jó példája a posszibilizmusnak, mert fúrhattak volna még lejjebb is, ott se találtak volna olajat, mert nem volt olaj. Tehát ha nincs, akkor nem volt olaj. Tehát a posszibilizmusnak ez a megengedőbb koncepciója, hát több empirikus példával is alátámasztható. Most nagyon érdekes dolog, hogy volt egy ellenfelük a földrajzosoknak, ezek pedig a szociológusok voltak. Ugye a szociológiáról azt kell, szociológus van-e közöttünk?
hát csak azért visszafognám kicsit magam, mert a feleségem szociológus, ugye egy napi hát, diskurzus tárgya nálunk, tehát a szociológus, ez egy későn érkezett tudomány, egy későn érkezett társadalomtudomány, addigra már megvolt a néprajz, megvolt a történelemtudomány, megvolt a társadalomföldrajz, és amikor van egy ilyen, ilyen homo novus, tehát egy későn érkezett valaki, akkor az egy kicsit használja a könyökét, hogy előre jusson, és a földre, illetve a szociológusok, azok abból indultak ki, hogy nem tudom, hogy ezt betettem-e, nem tettem-e, hogy csináljunk egy komoly társadalomtudományt. Mi a baj a társadalomtudományokkal? Hát össze-vissza beszélnek. Azt mond, harmadik, ilyen forrást használ, össze-vissza beszélnek. Nem lehet őket komolyan venni. És csináljunk egy olyan társadalomtudományt, amit komolyan lehet venni. Hogy lehet komolyan venni egy társadalomtudományt? Úgy, hogyha a módszertana az természettudományos. Ha valaki kicsit van közel a szociológiához, akkor tudja azt, hogy alapvetően a szociológiai képzésnek az egyik fontos pillére az a matematikai, statisztikai apparátusok használata. Tehát minden, de ugye az SPSS programcsomag a egyik ilyen alap eszköze a szociológiai képzésnek. Tehát abból indultak ki, hogy olyan társadalomtudományt hozunk létre, ami egyébként az egyetlen a természettudósok által is komolyan vehető társadalomtudomány. Többre nincs is szükség. Tehát a történettudomány, a néprajz, a demográfia, a társadalomföld, az szállítja az adatokat. És mi majd csinálunk egy univerzális nagy elméletet. Ez a korszak, ez egy ilyen korszak volt, hogy az emberek nagy elméletekbe akarták már, akinek volt hozzá intellektuális kapacitása leírni a világot. Ugye nem véletlenül ez az időszak, amikor Karl Marx működött, és neki is volt egy ilyen nagy víziója a világról, ez a Nietzsche, amikor neki is volt egy nagy víziója. Tehát nem elégettek meg ilyen apró pénzzel, hogy akkor megnézzük, hogy nem tudom, hogy a Languedoc-nak a parasztjai hogy élnek. Nem, az egész világot akarták megérteni és leírni. Na most ennek a szociológiának volt egy alaptétele, a földrajzi nihilizmus. Ez azért volt nagyon fontos számukra, mert ahhoz, hogy elfoglalják a társadalomtudományokat a szociológusok, nagyon fontos volt fölrajzolni a határokat. Mert ugye a földrajzosoknak az egyik ilyen sajátosság, hogy átjárnak a határokon. Hol társadalom, hol természet. Hol társadalom, hol természet. És akkor azt mondták a szociológusok, hogy ez az alaptétel, egyik alaptételük volt a Durkheim paradigma, hogy a társadalmi tények csak más társadalmi tényekkel magyarázhatók meg. Tehát nincs köze a természetnek a társadalom működéséhez. És amikor jön ez a környezeti deterministáknak a korrumpálása a nácikkal, akkor ez nagyon működik. Tehát onnantól kezdve nagyon sokáig, egészen az 1970-es évekig rizikós volt azt mondani, hogy a társadalom meg a természet az úgy együtt. Nem véletlen az, hogy a perifériákon jön ez a gondolat, tehát az Egyesült Államokban, ami intellektuálisan sok szempontból tudományos perifériának számított ebben az időben. Talán láttátok az Oppenheimer filmet, annak is egy nagyon érdekes tapasztalata volt, hogy amikor jön fel az amerikai fizika, mindenki Európába megy, mert annyira gyenge az amerikai fizikai kutatás, hogy Európába kell szertenni a alapvető, megalapozott és mély ismeretekre. Na most valami módon, ha valaki periférián van, most nem Jézus történetét akarom feltétlenül decitálni, de ez egy csomó olyan cselekvési lehetőséget tesz lehetővé, ami egyébként a centrumban nincsen, mert nagyon figyelnek egymásra. Hát az alapvető figurák, néhány kép róluk, Comte, Weber és Durkheim. Tehát korai környezetkutatókon, mint tudományos előzményen túl vagyunk, a geográfusokon túl vagyunk, akkor nézzük meg most egy történésziskolát, akik először komolyan vették a természeti környezetet. Ezt Annál iskolának hívják, az Annál ugye évkönyveket jelent, és ez egy folyóiratnak a címe. Nem véletlen az, hogy amikor jön egy új irányzat, egy új iskola, egy új tudományos csapat, nagyon gyakran a legköltséghatékonyabb módszer, hogy elfoglalják a maguk területét, hogy alapítanak egy folyóiratot. Alapítanak egy folyóiratot, annak van egy ilyen invokációja, kik vagyunk, mit akarunk, és akkor ez tulajdonképpen egy ilyen faltörő kosként működik az embereknek, hogy akkor ez a folyóirat, és akkor itt kiadjuk, és regírjuk, és szidjuk a többieket, és megmondjuk, hogy milyen helyes, meg merre van az előre. Most az Annál iskola az így születik. Az Annál iskoláról azt kell tudni, hogy ez a Strasbourgi Egyetemen jön létre. Ez nem véletlen, hogy a Strasbourgi Egyetemen jön létre, ugyanis Strasbourg Elsass Lotaringiának a tartományi székhelye. Ez azért fontos, mert Elsass Lotaringia az gyakorlatilag bő 1000 éven keresztül folyamatos rivalizálásnak volt a területe Németország, vagy a Német-Római Birodalom és Franciaország között. Na most az első háborút
Elsass Lotaringiáért 840-ben vívták, nem 1000, 840-ben, ez nagyon fontos dolog, mert ugye talán ismeritek a történetet, a Várszegi Asztrikot kérdezték meg egyszer a volt pannonhalmi főapátot, hogy amikor elkezdték így gazdaságilag is fejleszteni Pannonhalmát, tehát hogy legyen borászat, meg tea, meg mindenfajta ilyen gyógynövénykészítés, akkor beadtak egy Európai Uniós pályázatot. És az volt az első sor, hogy a céget mikor alapították. És akkor beírták, hogy 996. És az online kérdő jelezte, hogy hiba. Mert egyszerűen nem számítottak arra, hogy van egy olyan cég, akinek nem négy számjeggyel kell leírni a születési dátum, illetve az alapítási dátumát, és azért mondta, hogy meghozták azt a kompromisszumot, hogy beírták, hogy 1000. Ki volt minden rubrika töltve, és tovább engedte őket az online kérdést. Tehát ez az Lotaringia, tehát 840-ben vívták az első háborút érte, az utolsót meg a második világháború volt ebbe az ügybe, és tehát ez egy vegyes lakosságú terület a dolog természetéből adódóan, és amikor az első világháborúban visszafoglalják a franciák, akkor nincsen francia egyetem. Nincsen francia egyetem. És ezért úgy döntenek, hogy akkor mi német egyetem, létrehoznak egy francia egyetemet is. Ez azért nagyon fontos, mert talán tudjátok, talán nem, de az akadémiai világ az alapvetően egy gerontokratikus világ. Tehát az egyetemi akadémiai világ az egy gerontokratikus világ. A gerontokrácián azt kell érteni, az idősek uralma. Tehát, hogyha valaki esetleg egyetemi akadémiai karriert tervez, akkor ugye alapmintázatot elmondanám saját tapasztalataim alapján, amikor az ember elkezdi az egyetemi akadémiai karrierét, akkor semmilyen sincs. Se kapcsolatrendszere, hát a fizetése is csak szimbolikus, hát hogy mondjam, a pozíciója is meglehetősen ingatag, tehát minden megyek, és ahogy halad följebb, akkor több lesz belőle, és hát hogy mondjam, én már annyira nem panaszkodhatok. Na most a dolog azért érdekes, mert nagyon gyakran az intellektuális képességek ezzel fordított arányos változást mutatnak, és volt is egy legendás Magyar Tudományos Akadémiának az elnöke, a Szent Ágotai János, aki tanítványaiból egy három tagú testületet hozott létre, akik minden évben szavaztak arról, hogy a főnök hülye-e. Ez volt a tény. De volt egy rendes ilyen közjegyzői okirat, hogyha többségi szavazás eredményeképpen azt állapítják meg, hogy a főnök hülye, akkor elvesznek tőle mindent. Tehát ugye akkor le kell róla mondani. Ez azért veszélyes, mert hát ugye egy bizonyos életkor fölött tekintély megvan, de az Isten igazából a múltnak a eredményeit tartalmazza, de olyan hatalom és olyan kompetencia, döntési kompetencia van a kezében, amivel rengeteg kárt lehet okozni. Nem véletlen az, hogy van a tudományos életben egy ilyen axióma, hogy valaki minél nagyobb tudós, annál tovább tudja feltartóztatni a tudomány fejlődését. Mert hogyha valami mellett elkötelezi magát, előttem van egy kép, 2000-ben részt vettem egy Magyar Tudományos Akadémián egy akadémiai doktori védésen, és az akadémiai doktori védésnek a témája a globális fölmelegedés regionális következményei voltak. És fölállt egy ember, aki egy nagyon nagy tekintélyű meteorológus volt, a fizikai meteorológiának a szerzője, ha valaki esetleg szeretné beazonosítani, aki azt mondta, hogy nincsen globális fölmelegedés, minden olyan állítás, ami erre épül, az egy ingatag hipotézisre épül, és tudományos szempontból értékelhetetlen. És úgy elkaszálták az illetőt. Na most ezek nem egy, hogy mondjam, kockázatmentes dolog, kicsit tudományos ilyen hitvitává alakult, ugyanis 2 év múlva az illető nyugdíjba ment, és az összes olyat kirúgták az OMSZ-tól, a Országos Meteorológiai Szolgálat, ők azt mondta, hogy nincsen. Addigra már az volt a hivatalos álláspont, hogy van globális fölmelegedés, de ez egy rizikós dolog. Na mindegy, térjünk vissza itt a fő szára, tehát alapítanak egy új egyetemet. Ez abból a szempontból egy jó dolog, meg egy nagyon innovatív dolog, hogy egy csomó olyan ember, aki nem kompatibilis, nem konform ezzel a világgal, tehát nem beáll a sor végére és szépen előre jut, azok itt álláshoz jutnak. Most van két meghatározó jelentőségű ember, a Lucien Febvre és a Marc Bloch, akik nagyon innovatívak, és ezért máshol nem nagyon kínáltak nekik állást. Hát, hogy milyen tekintetben innovatívak, azt talán úgy tudnám pontosan meghatározni, hogy ebben a korszakban ugye a történettudománynak a nagy kérdése, a hogyan jöttek létre a nemzetek. És megírják, ahogy talán már erről tettem említést, 5 kötetbe, 10 kötetbe, 20 kötetbe, 3 kötetbe, a román, szlovák, magyar, akkor szlovák még nem, de később, német, francia,
angol nemzetnek, a skót nemzetnek a történetét. Ami egy ilyen mesterséges konstrukció, mert azok nem nemzetállamok, hanem birodalmak voltak, de ezt most tegyük félre. És ebből következően a 19. században fejlődik a politikatörténet, vagy dominálja a történeti gondolkodást, a jogtörténet, hadtörténet, tehát nagyjából ezek uralják. Na most az Annál iskolának a történészei, azok az első nagy lázadás ezek ellen a első generációs kérdések és történészekkel szemben, ami ugye azt jelenti, azt mondják, hogy a történettudomány az egy kollektív memória, erről már talán beszéltem. És mindennek, mint a memóriának is, nem csak a fontos a nagy emberekkel, meg a nagy csatákkal, meg a nagy hadjáratokkal kell, mindennel kell foglalkozni, mindennel a világ. Ez a Histoire totálnak a koncepciója, itt látható ez a fogalom, az Histoire totál, a totális történet, mindenre figyelni kell. Mondanék erre egy konkrét példát. Vegyük példának, okáért biztos voltatok már múzeumban, nem akkor biztatnának rá benneteket, és általában a múzeumoknak van egy ilyen néprajzi része, ahol rajta van egy ruha az embereken. Ez arc nélkül babákon, tehát nem embereken, arc nélkül babákon, esetek többségében. És ha valaki érte ehhez a műfajhoz, tehát a viseleteknek a műfajához, akkor pontosan meg tudja mondani, hogy azt a ruhát, azt milyen korú, milyen társadalmi státuszú, milyen családi állapotú ember viselte. Tehát minden szociális kódként működött a ruha. Minden fontos információ rajta volt. Na most, és nem lehetett cserélgetni, tehát az bűncselekménynek számított, hogyha valaki olyan ruhát vett föl, ami nem az ő társadalmi státuszának felelt meg. Na most a dolog azért érdekes, mert én ennek a végét még valamennyire elkaptam ennek a világnak. Tehát van egy angol nyelvű kurzusom, és oda elég sok muszlim diák jár, és akkor mindig elmondom nekik, vagy többnyire ilyen biztatásképpen, hogy például a kokáért a kendőviselet, az nem egy vallási előírást követő dolog. A szüleim generációja, tehát nyilván a nők inkább, soha nem léptek ki kendő nélkül a házból. Tehát az annyira erősen szabályozott dolog volt, sőt, mi több, volt édesanyámnak egy unokatestvére, az Ilonka néni, ugye anyukám varrónő volt, és az Ilonka néni volt a csúcsragadozó a kis táblázatában, oda adatok voltak fölírva, ő 151 cm és 134 kg volt, elképesztő fizikai adottságokkal egyébként, tehát ő csak akkor tudta megmérni a súlyát, amikor elment a disznóknak tápére, a mázsán, de azért működött a női program benne is, tehát anyukámnak mesélte egyszer, hogy és akkor elment a boltos, és akkor fölállt a mázsára, rádobta a súlyokat, megmérte magát, mire visszaért a Béla, addigra már leszállt róla, tehát nem tudja, csekkon, és akkor hát mennyi volt, 134 kiló volt, a Béla is kérdezte, neki csak 124-et mondtam, tehát ez egy 10 kilót levett ilyen módon, de hogy példának okáért az Ilonka nénivel történt meg egyszer, hogy megrendezték valamikor a 90-es évek elején a faluba a falunapot. És hát megjelentek a kor szokásainak megfelelően, az itt a piros, hol a piros üzletemberek. Nem tudom, találkozott-e valaki már élőbe velük. Ez gyakorlatilag van egy szivacslabda, alá teszik egy pohárnak, elkezdik a poharakat, és akkor tippelni kell, hogy hol van. Na most ez azért van szivacsból ez a labda, mert ezek gyakorlatilag ilyen B-kategóriás bűvészek, tehát hogy rányomják az ujjukat, és kiveszik a labdát, és betesznek egy másik. Tehát hogy lényeg az, hogy ott csak ők fognak a végén nyerni. Most az Ilonka néni nem találkozott még ezzel az üzleti vállalkozásnak ezzel a formájával, és aznap kapta meg a nyugdíját. Na most gyakorlatilag egy kicsit hagyták nyerni, amikor ki akart szállni, akkor mindig. Tehát alkalmazott pszichológiából PhD-jük volt a fiúknak. Lényeg az, hogy a teljes nyugdíját elbukta az Ilonka néni, aki hát ugye 10 gyerekes családból származott, tehát ugye azért ott a takarékoskodásnak meglehetősen súlyos előzményei voltak, és nagyon elszégyelte magát. Most másnap mesélték a történetnek a folytatását édesanyámnak, és akkor mondták, hogy és akkor az Ilonka elment a bálba, nagyon berugott, egyedül táncolt, és megoldotta a áll alatt a kendőt. És akkor mindenki, hú, hát az nagyon durva, megoldott tényleg. Na most, tehát egy ilyen tulajdonképpen traumatikus és abszolút a kiborulásnak a szélső értékén található helyzetbe sem vette le a kendőt. Mert hogy a helyi normák szerint a teljes kiborulásnak a demonstrációja ebbe a kódolt kommunikációba az az volt, hogy hát le nem veszi a kendőt, mert azért mindennek van határa, de megoldotta az álla alatt. Egy 60-valahány éves nő. És ebből mindenki tudta, aki ebbe a szocializációba nőtt föl,
Mi az Ilonkához nem szólunk, azt csinál, amit akar, holnap majd megtéríti kölcsönből, természetesen, a nyugdíját elbukta. Na jó, tehát lényeg az, hogy mindennek, vagy ott van másik, a köpködés. A köpködés. Nem tudom, hogy próbáltátok-e már a nyilvános köpködést. Én már próbáltam. Annak idején földrajzosként Odesszában voltunk ösztöndíjasok, és hát észrevettük, hogy helyben köpködnek. Hát eleinte felháborodtunk, gyakorlatilag egy nap alatt beilleszkedtünk a helyi normáknak megfelelően, és ugye az embernek a szájába keletkeznek dolgok, amitől meg kell szabadulni, csak ugye ez tabusítva van a mi európai kultúránkban, és amikor valakinek, nem tudom, mondjuk nem mondanám el azt a egészségügyi algoritmust, aminek következik, létrejönnek ilyen dolgok, és akkor elmegy, félremegy, papír zsebkendő, vagy valami ilyen. Na most itt ezek az őszinte emberek ott Odesszában, ezek utcán intézték el, és ilyen időnként ilyen ballisztikus pályán, nyilván a űrkutatási előzmények is lehettek, ilyen ballisztikus pályán mentek. És nagyon felszabadító volt, elkezdtünk mi is az utcán minden további nélkül köpködni. Utána visszailleszkedés volt a gond, mert utána itthon is a kárászon köpködtünk, de aztán ránk szóltak. De mindegy. És a dolog azért érdekes, mert hogy ez abszolút civilizáció függő. Mert hogy az ázsiai kultúrában, itt ugye az oroszok csúszkálnak a kettő között, nem csak a köpködés tekintetében, az ázsiai kultúrában a köpőcsésze, mint olyan, az egy része a, hogy mondjam, a helyi folklórnak, tehát aki magasabb státuszú annak porcelánból, a kevesebb, az hát fából, régen most már műanyagból, az használja, beleköp. És nem számít a dolog normasértésnek. Tehát, hogy mindennel lehet foglalkozni. Mindennel lehet foglalkozni. Vagy hát az egyik kedvenc hobbim, amikor állok a pirosnál és nézem az autósok mit csinálnak. Mert van ugye másfél perc, van ez az inkubátor hatás, amikor ülnek az autóban, és akkor milyen problémát oldanak meg abban a másfél percben. Egyébként ez antropológiailag is érdekes. Általában az ortúrás vezet, tehát egy olyan 35%-os arányban, és utána, ha van még idő, akkor azt is figyelem, hogy mit az eredménnyel mire jutnak. De hogy mert az autónak van egy ilyen érdekes pszichológiája, hogy meleg van, zárt tér, és az ember úgy érzi, hogy nem látják. Pedig hát ugye minden irányba ablakok vannak rajta, lefelé nem, tehát a vakondokok azok nem kapnak erről információt. De mindegy, térjünk vissza a főszára. Tehát a Lucien Febvre, aki a meghatározó figurája volt ennek, az egyik meghatározó figura, alapító tagja volt ennek, ő a francia középkorral foglalkozott. És őnek van egy ilyen híres történet, hogy ment a Strasbourg-i Egyetem folyosóján, szembe jött egy kollégája, aki a francia királyokról írt egy monográfiát, és odaadta neki, és akkor mondta, hogy nagyon gratulál, de hogyha ő francia történelmről fog írni, nem lesznek benne királyok, nem lesznek benne csaták, és nem lesznek benne ilyen mindenfajta prezidenciális ügyek. Hát akkor mi lesz benne? És erre volt a válasz, hogy histoire totale, minden. A mentalitás, a gondolkodás, a szokások, az öltöző gondolatok. Tehát kinyitotta, és ebben a széles spektrumban, ebben már belefért a környezetnek a kérdése is, és nem véletlen az, hogy a következő nagy análos generációban mind a Fernand Braudel, akit ugye a 20. század egyik, vagy talán legnagyobb történészének tartanak, néhány könyve magyarul is hozzáférhető, és az Emmanuel Leroy Ladurie, aki egy élő személy, még volt szerencsém vele találkozni néhány évvel ezelőtt, ők foglalkoztak először a természeti környezettel olyan módon, hogy a természeti környezet az a társadalom működésének egy fontos összetevője. A Brodelő a Földközi-tenger vidékéről írt egy könyvet, a La Méditerranée, Le Monde Méditerranée, à l'époque de Philippe II, a Leroy Ladurie pedig az Histoire du Climat depuis l'an 1000, tehát ő a klímatörténetet vizsgálta meg alapvetően születi adatok alapján. Na most! Tulajdonképpen célegyenesbe értünk a tudományos előzményeket illetően, ugyanis jönnek az ökológusok. Az ökológusok, ha most az ökológia előzményeit nézzük, az első ökológus az Alexander Humboldt volt, akinek az élete nagyon jó példája annak, hogy az ember nem tudja eldönteni, hogy mikor történnek vele jó vagy rossz dolgok. Ugye talán ismeritek a klasszikus ilyen buddhista mesét, amikor a gyerek leesik a fáról, eltörik a lába, és megkérdezik az apát, hogy hát szerinted jó vagy rossz dolog, hát nem tudjuk, majd eldől. És akkor jön egy háború, az épeket elviszik, azok meghalnak, a sáta meg itt marad. Tehát nem tudjuk, hogy az ember életében mi a jó, vagy mi a rossz, azt egy hosszabb kontextus tudja eldönteni, vagy az se. Mert ugye van ez a másik, talán ismeritek a zseni elméletet, hogy háromfajta zseni van.
az első típusú a zseninek, akit a kor is tudja róla a kor is, és később is azt gondolják. Tehát mondjuk az Einstein egy klasszikus, akit a korai zseninek tartott, és azóta is azt gondolják. Van a másik, akit a kora nem tartott zseninek, de később kiderül róla, ugye Bolyai János ennek a klasszikus példája, és van a harmadfajú zseni, ezt bárki gondolhatja magáról, akit sem a kora nem tartott zseninek, se később nem gondolják róla. De hát attól még zseni lehetett. Na mindegy. Tehát lényeg az, hogy a Humboldt meglehetősen zaklatott élete volt. Ugye a tradicionális világnak egy fontos velejárója, hogy nem ő dönti el, hogy mi lesz belőle. Ő egy Junker családba született bele, egy földbirtokos porosz családba, és ilyenkor egy földbirtokos porosz családnak a sarja, az vagy katona lett, vagy államhivatalnak. Most megtörténik vele viszont az a erősen időzére szerencse, hogy meghalnak a szülei, és onnantól kezdve az lesz, ami akar. Ott is hagyja egyébként a jogi egyetemet, és elmegy Göttingenbe természettudományokat tanulni, sőt, mi több, ugye egy jelentős vagyont örököl, tehát utazik a világban. Az Alexander Humboldt volt az, aki manapság, ez fontos elmondani, hogy azok a dolgok, amit a Humboldt megállapított tudományos igazságként, azok manapság az általános iskola alsó és felső tagozatában forognak, de a maga korában attól még nagy tudós volt, tehát a tudomány, hát hogy mondjam, egy fontos korszakát jelentette, amikor az ő felfedezései a tudomány és a megismerés frontvonalát jelentették. Alapvetően ugye a geobotanikát vezeti be, ami az arról szól, hogy a földrajzi környezet és a növények között milyen kapcsolat van. Tehát milyen környezetben milyen növények növekedhetnek, és van neki is egy ilyen nagy összefoglaló könyve, a 19. században vagyunk, amikor mindenki az univerzumot próbálja megérteni, ez a Kozmosz sorozata, egy ötkötetes sorozat a világegyetemről. A Darwinnak a történetét szerintem többé-kevésbé mindenki ismeri, ugye róla azt fontos tudni, hogy ő először természettudományokat tanult, azt hiszem a Glasgow-i egyetemen, de az is lett egy Edinburgh-be, szóval valamelyik skót egyetemen, és utána viszont elmegy Oxfordba és teológiát tanul. És ő egy diplomás teológus. A dolog azért érdekes, mert tulajdonképpen Darwin kutatásai azok, amelyek a teológiai megismerési stratégiának a koporsójában, ha szabad ilyen zavaros metaforát használni, az utolsó szöget az beverik. De ő egy képzett teológus volt, tehát amit mondott, azt nem azért mondtam el, hogy ő nem volt tisztában a teológiai világkoncepciói világmagyarázatnak az alaptételeivel. Azért mondta azt, mert ő azt gondolta, hogy racionális megismerés szabályai szerint, amit mond, az helyes. Ugye az ő életének a másik ilyen sajátossága, mert ugye van ez a klasszikus elmélet, talán ismeritek, a memóriafogas elmélet, amikor úgy adunk el információkat, hogy meg tudjuk jegyezni, hogy már van egy információ, és hozzáakasztjuk, és akkor a fogas az megtartja. Volt egy nagyon kedves barátom, már szegény meghalt, angol tanár volt, ő tanított például ezzel a módszerrel, hogy ugye 1500 angol szót meg kell tanulni ahhoz, hogy angolul tudjunk beszélni legalább. És akkor csináltak egy ilyen könyvet, az a cím, hogy Huron Checkbook, ami az 1500 szót ezzel a fogas technikával tanította meg. Mondani kell egy példát, hogy hogy mondjam, áldozzunk az angol nyelvoktatásnak is. Kis történet volt, minden szó egy kis történet volt. Az egyik ilyen történet az arról szólt, hogy ugye a keresztes háborúk idején vagyunk, és a Tancred lovag elmegy a keresztes háborúba. És hát most ne nyissunk arról vitát, hogy voltak-e erényövek vagy nem, de a Kunigunda feleségére rázárja az erényövet a Tancred, biztos, ami biztos, és a legjobb barátjának, az Otto lovagnak átviszi a kulcsot, hogy ha 10 éven belül nem jövök vissza, akkor vedd le a erényövet a Kunigunda, és házasodj, 10 év. Na most a Otto lovag viszont a minőségbiztosítás elkötelezett híve, tehát minden héten éjszaka átlovagol és megnézi, hogy működik-e még a zár, és beolajozza természetesen, és hogy azért éjszaka, hogy ne essék csorba a Kunigundának a becsületén. Na most az egyik éjszaka, a holtalan éjszaka lovagol át a történet szerint a erdőn, és a ló lába megcsúszik a nedves, iszamos pataknak a kövein, és eltörik. Nem tudom, tudjátok-e, hogy ilyen helyzetben miért kell megölni a lovat? Nem tud begyógyulni? Nem. Nagyon lassan begyógyul, viszont a ló, ha 2 óránál tovább fekszik, akkor leáll a légzése. Tehát a nagyon beteg lovaknál, mert akkor tud rendesen lélegezni, hogyha áll. Nem tudom, tudjátok-e, egy ló mennyit alszik egy nap? 2-2,5 órát. Macska?
Hát 16-17-et, tehát mi ezért érdemes macskát tartani, én is ezért választottam ezt az utat. Mondjuk ló az kicsit ott nálunk a társasházban valószínűleg némi, hát legalább egy lakógyűlést azt valószínűleg kiváltana, hogyha végig sétálnék a harmadik emeleten ló társaságába, de egyelőre nem volt. Na mindegy, tehát leszúrja a lovat, áll bokáig a vízbe Otto lova, és csak annyit mond keserűen, hogy se ló, se ki. Na most hát nem tudom fölírni, de betűzni azt tudom. S-H-A-2-L-A-W. Seló. Az azt jelenti, hogy seké. Most ez így életre megjegyeztem, tehát egyszer mesélte el az Andris. Seló, seké. Vannak más történetek is, de most térjük vissza ide. Tehát lényeg az, hogy talán egy ilyen memória fogassa, két olyan ember volt a angol történelemben, a nagyok közül, aki nem bírta a hajózást. Tehát, és nem múlt el neki a tengeri betegsége, tehát föllépett a hajódeszkára, és onnantól kezdve róka Miki végig. Az egyik a Darwin volt. Na most a dolog azért érdekes, mert az ő nagy felfedezései, azok egy ilyen világkörüli útból származtak, és általában nem szokták emlegetni, hogy utána nem nagyon szállt hajóra. Végighányta. Nem tudom, tudjátok-e melyik volt a másik ilyen híres angol, aki amint rálépett a hajódeszkákra, onnantól kezdve hányt. Nelson admirális. Most ő nem tehette meg, hogy nem lépett hajódeszkára, mert a legnagyobb admirálisa volt az angol történelemnek, de olyan csillapíthatatlan tengeri betegség és gyógyíthatatlan tengeri betegsége volt, tehát a Trafalgárnál gyakorlatilag egy ilyen lehány zakóba vezette le a csatát és verte meg a franciákat, és rendszeresen azért tartott szünetet, mert akkor időnként hátra ment oda is, ahol még nem hány. Tehát hagyománytiszteletből. Na mindegy, tehát Darwinhoz visszatérve, körbe utazta a világot, és Galapagos szigetének a technősök vizsgálatából szűrte le azt a következtetést, amit a híres 1859-ben megírt Fajok eredete című könyvében összegzett, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a bioszférának a legfontosabb mozgató ereje, vagy szép magyar szóval éve driving force-a, az a evolúció és a fajok túlélésért folytatott harca. Na most egy rendkívül kockázatos volt, ezt már érintettük itt a földrajzi deterministáknál, hogy ezt megpróbálták mindenre, ez volt a húzó elmélete akkor, mindenre átvinni, a társadalomtudományokra is, és ennek nagyon súlyos következményei és nagyon nagy árat kellett ezért fizetni. Ez a Beagle-nek az útja, az egy ilyen vadászkopót jelent, egy kutyafajta, így hívták a hajót, ami utazott. És tulajdonképpen maga az ökológia, tehát nettó módon az ökológia, az egy, ugye a németeknek erős évszázadok volt a 19. század, egy német biológusnak az alkotása, egy mozaik szó tulajdonképpen az ökológia, a oikos görög szóból ered, ami lakást jelent, vagy lakóhelyet jelent, a logosz az pedig a tudomány. Tehát az élőhelynek a tudománya, hogyha magyarra akarjuk direktbe lefordítani, Juhász Nagy Pál a 70-es, 80-as évek híres magyar ökológus ezt úgy egy ilyen hosszabb definícióban úgy határozta meg, hogy miért nem élhetnek élőlények bárhol, bármikor, bármekkora számban a Földön. Na most a fontos következtetése volt a Haeckelnek, ami ugyancsak a vektorok irányát a nácik felé fordította, hogy úgy értelmezte magát a politikát, mint a tehát a politikát alkalmazott biológiaként értelmezte, és ezzel tulajdonképpen ő is szélesre tárta az utat a náci teória kidolgozása irányába. Eduard Suess volt az, aki a bioszféra fogalmát bevezette, a Carl Möbius a biocenózis, tehát azért, ugye a biotóp az, ahol élnek az emberek, a biocenózis meg az életközösség, a különböző élőlényeknek a életközössége, és tulajdonképpen az ökológiának az alapkoncepciója az az ökoszisztéma elmélet, ami ugye az életközösségből és a biotópból, tehát a fizikai környezetből származik. Itt egy egyszerű definíció, egy amerikai szerzőnek a definíciója, egy adott helyen található élő organizmusok összessége, amelyek interaktív kapcsolatban állnak a fizikai környezetükkel, és a rendszer élő és élettelen elemeik között anyag és energia áramlás áll fenn vagy megy végbe. Na, most itt két dologra érdemes fölhívni a figyelmet. Az egyik az adott hely. Az adott hely. Nem. Az adott hely az azt jelenti, hogy a ökológiának nincsen
olyan fajta térbeni hierarchiája, mint a földrajznak. A földrajz ugyanis úgy gondolja, hogy van makrorégió, van mezorégió és mikrorégió. Tehát mint a Matyós a babába, vagy nagybaba, közepes baba, amit beleteszünk a nagybabába, még kisebb, amit a közepesbe teszünk bele. Tehát a földrajz az úgy próbálja leírni a teret, hogy nincs maradék. Tehát, hogy mindenki valamilyen régióba beletartozik. Vagy nagyba, vagy közepesbe, vagy kicsibe. Vagy ez az egész egymásba illeszkedik össze. Most az ökológia minden egyes ilyen ökoszisztémát a maga egyediségében vizsgál. Tehát nem törekedett arra, hogy ezeket így összepasszintsa egymással. Tehát lehetett egy teljes ökoszisztéma egy tócsaljárdán, és lehet egy teljes ökoszisztéma maga a Földnek az egésze. Tehát nem törekedett az, hogy ezek minden ilyen savanmentesen és érintőlegesen egymással összekapcsolódjanak. A másik dolog, hogy a anyag és az energia áramlás. Tehát le lehet írni az emberi történelmet energia áramlás alapján is. Honnan származik az energia 90%-a? A napból. 99,9. 1% a vulkánok, meg más egyéb források, de 90, tehát a nap. A napban magfúzió megy végbe. Ugye hidrogén-hélium fúzió, egyet lép a periódusos rendszer, egy kisebb csillagról van szó, nagyobbak azok többet tudnak lépni. Egyet tud lépni, és ennek a magfúziónak a következtében megérkezik a napsugárzás a Földre. Ezt a fotoszintetizáló növények átalakítják kémiai energiává. Tehát egyet léptünk. Energia konverzió. Tehát a világban nincsen ilyen, hogy energiatermelés, meg energiafogyasztás. Az univerzumban, ez ugye energia megmaradásnak a törvénye, az univerzumban rendelkezésünkre álló energia mennyisége állandó. Konverziók vannak. Tehát van egy termonukleáris fúzió, kémiai energiával alakítja át a fotoszintézis. Ezt követően, ezt a kémiai energiát, ami az állatok testében van, tehát ne legyen kétségetek, az ételek, amiket megesztek, az is tulajdonképpen kémiai energia, tehát elmentek innen majd ebédelni, kémiai energiát vesztek magatokhoz. Az állatok testében, vagy a megszorításokkal tekinthetjük közösségként állatnak magunkat, átalakul hő- és mozgási energiát. És egy kulcsfontosságú tényező, hogy milyen hatékonysággal alakítjuk át. Az emberek 18%-át tudják átalakítani a kémiai energiának mozgási energiává. A lovak, meg a tevék, meg a nagytestű domestikált állatok, azok csak 10%-át. Tehát nem véletlen az, hogy egészen az ipari forradalomig, ugye az izomerőt használják az emberek, az állat és az emberi izomerőt, de 78%-ban egészen a 19. századig az emberi izomerő. Miért? Nem tudom, valaki próbál már viccet mesélni lónak vagy macskának? Nem tudja átadni az információt. Sokkal hatékonyabb emberrel egy dolgozni, mert hogy el tudod mondani az információt, kettő, sokkal hatékonyabban használja a rendelkezésre álló kémiai energiának a mennyiségét. Tehát meg lehet közelíteni a történelmet energetikai alapon is, és ugye ez az egyik magyarázata a rabszolgaságnak. Tehát, hogy egészen a 19. századig, amíg ezt az energetikai különbséget, ami a domestikált állatok és az ember között van, ennek ez a különbségnek a jelentősége megszűnik a foszilis energiahordozók bősége és nagy hatékonysága miatt, addig érdemes rabszolgákat tartani. Mert hogy azok nem döntik el, hogy hova mennek, általában olyan területeken van rabszolgasság, ahol kevés a munkaerő, Oroszországban például, vagy Amerikában, kevés a munkaerő, és szükség van arra, hogy a munkaerő ne tudja eldönteni, hogy ő hova fog menni a következő napokban. Jó, tehát ez csak egy példa volt arra, hogy megközelíthetjük az emberi történelmet nem csak a klasszikus, hát hogy mondjam, politika-történeti kategóriákon, hanem energetikai logika alapján is. Jó, akkor a James Lovelockkal fogjuk jövő héten folytatni, egy picit türelmeteket kérem, és akkor olvasok egy névsort.